Sziasztok, Beast vagyok, és Black Ops 2 után ismét zombi mód a Call of Duty sorozatban, méghozzá az Exo Zombie nevezetű játékmódot ismerhetjük meg ez alatt, a cím alatt. És azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik, sokkal jobban tetszik, mint bármelyik másik, ugyanis sokkal pörgősebb, sokkal izgalmasabb, de nem mondom azt, hogy nem lehet megunni. De például a többi zombi módot, azt pikpak megunom, addig én ezzel viszonylag jól el vagyok. Minden esetre láthatjátok, hogy egyedül vagyok. Ez azért van, mert beszeretném mutatni az én kis taktikámat ebben a zombi módban, ezen a pályán, hogy szerintem mi a leghatásosabb mód. Nem néztem sehol utána az interneten. Másfél hete van kint ez a DLC PC-n. Tudom, hogy Xboxon már nagyon-nagyon régen kint van, és lehet, hogy ott sokkal jobb taktikák vannak. Tudom, ez is benne van a pakliba, de most miért ne csináljak róla videót a saját véleményemről, a saját metódusomról. Láthatjátok, első körben vagyok, és azért vagyok egyedül, hogy nem szeretném, hogy a csapattársaim elrontsák a taktikámat, de hozzátartozik a taktikámhoz az is, hogy ez nem arra van kitalálva, hogy egyedül vigyük, mint ahogy az összes zombi mód sem egy személyre lett tervezve. Minden esetre csak egyedül tudom megmutatni, de többen csináljátok. Ez itt a lényeg, tehát szedjétek össze a haverokat, legyetek négyen, és szerintem viszonylag sokáig el tudtok jutni, bár én csak a 25. körig mentem el, de igazából sose voltak olyan jó csapattársaim, amikkel összhangba tudtunk volna dolgozni, úgyhogy szerintem az se feltétlen olyan rossz eredmény. Minden esetre már a második körbe vagyunk, ami azért rossz hír, mert ha többen lennénk, sokkal több pénzünk lenne, és azzal sokkal több pénzzel már meg is lehetne szerezni az Exo Suite-ot, amely az én metódusomnak az első lépése, és ahhoz, hogy azt megkaparintsuk, ki kell nyitni pár ajtót, szám szerint szerintem 3-at, és hát mivel 4-en lennénk, megoszlana ez a pont mennyiség, és sokkal hamarabb elérhetnénk azt az Exo Suite-ot, szerintem már a második körre meg lenne. De ebben nem vagyok biztos, mindenesetre már a harmadik körnél tartunk, és már 3 késelésből halnak meg a zombik, úgyhogy már óvatosan kell itt játszogatni. Ó, Hyper Damage, jó, ezzel már sokkal egyszerűbb lesz. És azért jó minél hamarabb megszerezni az Exo Suite-ot, mert viszonylag a 4.-5. körig, attól függően, hogy mikor jönnek a kutyák, egy ütésből halnak meg a zombik, és nem kell fegyver, nem kell semmi, simán ki lehet őket nyírni, semmilyen gondot nem okoznak, és így sokkal takarékosabbak tudunk lenni, hogy millivel öljük meg a zombieinkat. Hú, most mivel double pontunk volt, és úgy vettem fel a ládát, így annyi pontom lett, hogy már ki is tudom nyitni az összes ajtót, úgyhogy lássunk is neki. Tehát én általában úgy szoktam, hogy erről nyitom ki az ajtókat, mert itt van az Exo Health is, és az lesz a második lépésünk az én metódosomnak. Tehát kinyitjuk ezt is, nagyon király, nagyon sok pénzünk van. Oké, megszerezzük az Exo ruhát, ami itt van. Ja, és nem szeretnék sokáig eljutni, tehát nem szeretném untatni a közönséget. Úgyhogy eljutok olyan 10. körig, addig az összes taktikát elmondom, és utána meg természetesen véget vetek a keserves kínlódásaimnak itt a Atlas Corporation-nél. Ja, együttés, persze, el is felejtettem. Bekapcsoljuk Power-t. Tehát megvan az Exo ruhánk, amivel együttésben megöljük a zombikat, és most megszerezzük az Exo Health-et, amivel ugye még több HP-nk lesz, még tovább bírjuk az ütéseket, amelyek a zombiktól származnak. És még mindig nem vettem fegyvert, csak egy Exo, és most jönnek a kutyák, és a 4. körbe van, amikor a 5. ez nem tudom, hogy szokott lenni, minden esetre ez még mindig együttés. Iszonyat jó az Exo ruha. És Exo health-en meg se tudsz halni, bármennyire is jönnek rád, mert simán ki lehet deselni ugye a zombik elől, át lehet őket ugorni, tehát tényleg nem okoznak problémát. De ilyenkor szoktam gondolkozni, hogy 4. körnél vagyok, most nagyon sok pénzem van, ez kivételes, és hogy megint valami Exo upgrade-et vegyek,
vagy most már mehetnénk ugye a fegyver témára. De én úgy szoktam, hogy most se kell még fegyver, két ütésből megölöm a zombikat, és az körülbelül ugyanaz, mintha egy ütés lenne. Azt azért mondom így, mert egy ütéstől látjátok, így megszédülnek, bár ez pont leesett. Tehát egy ütéstől így megszédülnek, és nem tudnak mit tenni. Tehát ugyanúgy, mintha egy ütés kéne nekik, csak nyilván kétszer kell megnyomni a gombot. Tehát sok gondot nem okoznak még így se. Most egyet belém ütött. Jó van, ezt is leütöm. Ezt is leütöm. Az már exoruhás az a zombi. Akkor leütjük ezt. Leütjük ezt. Nagyon egyszerű. És rengeteg pénzt össze lehet farmolni viszonylag rövid idő alatt. Remélem a hátam mögött nincs senki, persze egy zombis játékben ezt mindig figyelni kell. Hoppa, egy kis lag van. A lag az a játéknak köszönhető, nem a gépemnek, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Egyszerűen PC-n ilyen rosszul optimalizálják. Egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy miért csinálja, mert bármilyen grafon játszok, ha maxon, ha minimumon, pont ugyanennyit laggol mindegyik beállításon, úgyhogy egyszerűen fuck that shit. Na, csomó pénzem van, úgyhogy eljutottam arra a pontra, hogy tovább nyitogatom az ajtókat. A taktikának egy rész eleme az is, hogy ezt az ajtót ne nyissuk ki, ugyanis ez az ajtó elég sokat tud segíteni nekünk, illetve van még egy ajtó, amivel viszonylag egy másik jó helyet lehet keresni. Majd mindjárt megmutatom, most haladjunk sorjába, tehát ott tartottam, hogy ki szeretnék nyitni pár ajtót, és mivel utána jönnek a zombik, de exoruhám van, ezért nyilván nem okoz nekem nehézségeket. Tehát folytatom a ajtó kinyitogatást, ki is nyitottam ezt a helyet, bekapcsolom. És akkor látjátok, még mindig nem vettem fegyvert, mert extra ruhával olyan OP vagyok, hogy nem nagyon érdekelnek a zombik, bármennyire is akarnak körbekeríteni engem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy veszek egy extra reloadot. Na most gyakorlatilag, hoppá, igen, ezek a zombik már elég durvák, ezek a áramos zombik, amelyek ugye counterölik a te extra ruhádat, ezektől kell a legjobban félni a játék folyamán, ezekre kell mindig a legjobban koncentrálni. Az infected zombik, amelyek ugye megmérgeznek téged, vagy megbetegítenek téged, az fasorba sincs ez az áramos zombihoz képest. Na, 5000 pontom van, 6. kör, van két upgrade-em, meg extra ruhám természetesen, hisz máshogy nem is tudnék upgrade-elni. És még mindig egy irányba nyitottam ki az ajtókat, és itt van a 3D printer. Hát akkor forgassunk egy fegyvert, ha lúd legyen kövér, méghozzá egy BAL 27-es, az nagyon jó, bár a játék vége felé, igen, egy ilyen lézerfegyver sokkal jobb. Na hát akkor maradjunk is ennél a eszköznél. Tehát amelyet mutattam ajtót, onnan a túloldalról, az ez volt. És azért mondom, hogy ne nyissuk ki ezt, mert láthatjátok, ez egy hosszú folyosó, és a zombik innen jöhetnek, onnan, amonnan, meg onnan. Meg természetesen innen, ha ki lehetne nyitva. Tehát azt jelenti, hogyha hárman oda beülnek, és lőnek egy zsinórba, akkor nagyon-nagyon sokáig el lehet jutni. Tehát 15. körig biztosan, ha jó a csapatmunkátok, ide le lehet rakni Sentrigán, le lehet rakni bármilyen killstreaket, tényleg remekül be lehet védeni, és ugye három embert mondtam oda, és a negyediket úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha ide állna be, és itt tudná megszűrni ezeket a zombikat, és ha esetleg tényleg sokan lennének, akkor fogja, visszamegy, és már négyen lövik azokat a zombikat, amelyek innen jönnek. Tehát nyilván ez egyedül nem a legoptimálisabb, mert innen is jön zombi, de ha hárman ide beülnek és úgy lőnek egy vonalba, hogy több zombit is átlőnek egyszerre, szerintem egy nagyon jó taktika. Nem mondom, hogy végtelenségig el lehet itt lenni, mert bejött a krach, ez mindig előfordul, de szerintem 15. körig minimum, és szerintem még a 20-as is benne van, csapat függő. És azért jó ez a hely, mert közel van a 3D printer. Ha esetleg ez nem működne
ah, most jönnek az infected zombik, majdnem megijedtem. Ha nem működne, akkor itt van a közelben egy másik 3D printer. Úgyhogy tényleg viszonylag közel vannak ezek a cucmókok. És most jönnek az infected zombik. Itt ugye az a legfontosabb, hogy használjuk a exoruhát minél többször. És hogy ne kerítsenek be minket. Ah, meg is ütött, mindegy, ez előfordul. Látjátok, kinyitottam azt az ajtót. És az ajtó túloldalán van a fegyverábrédelő, illetve ez a detoxikáló, ami ha megmérgez a zombi, elég jól tud jönni, úgyhogy azért is jó az a folyosó. Illetve ha ezt nem nyitjuk ki, akkor is csak egy helyről tudnak jönni a zombik, és ez is egy folyosó, ha látjátok, tehát egy vonalba lehet a zombikat ölni. Ez sem egy rossz hely, csak itt sokkal tágasabb a hely, és emiatt a zombik úgy oszlanak meg, hogy nem feltétlen tudsz több zombit átlőni egy golyóval, csak ha mondjuk így lősz. De ha onnan jönnek, az már sokkal neccesebb. Tehát ez is egy jó hely, ezt is meg lehet tartani ajtóként, de a legjobb az mindenféleképpen ez az ajtó, hogy ne nyissátok ki. Nyilván a legvégsőbb helyzetben mindent ki lehet nyitni, de azt mondom, hogy tizedik körig, 15., 20. körig simán el lehet ott lenni, fölvenni a keystrikeket, közbe farmoltok ugyebár, kijönni minden kör végén, upgrade-elni a fegyvert, és nagyon jól föl lehet ott gírálni magunkat, és a legmegfelelőbb az lenne, ha minden kör végén nem csak upgrade-elnétek a fegyvereket, hanem a 3D printernél próbálnátok kiforgatni, most viszonylag sokan jönnek, próbálnátok kiforgatni a Nano Swarmot. Az egy olyan gránát, amelyet ha leraksz, akkor egy területet körbe kerít, úgymond egy ilyen gömbezár, és ott a zombik lelassulnak, és ha bármelyik barátod, csapattársad földre kerül, rádobod azt a gránátot, és simán odamész, és biztonságban föl tudod őt segíteni, és azért nagyon jól jön. Hát igazából ezeket a zombikat simán le lehet hentelni, mert semmilyen áramos zombit nem láttam, bár most ki is fogytam. És ennyi. Tehát két exo upgrade a legfontosabb, de természetesen lehet venni mondjuk exoszlemet, az is tök jó, most meg is veszem. Ezt megöljük, és már is kész a 9. kör. Ha azon a folyosón túltelítettek a zombik, úgymond, tehát ha már ott alig lehet megférni, mert olyan sok zombi jön, akkor a másik nagyon jó taktika, de az tényleg nagyon jó csapattársak kellenek, és nagyon jó skillek, főképp, az itt kint. Itt kint végigugrálni a zombikat, kikájtolni őket, kikerülgetni, átverni őket, négyen simán meg lehet csinálni. Rakétavetőkkel, splash damage osztókkal, tehát gránátok, crossbow, mindenfajta robbanó eszközzel simán meg lehet csinálni ezt az egészet. Tehát még egyszer át a metódusomon átmegyünk, közben ölöm a zombikat, tehát így kicsit érdekes közben beszélni is. Tehát első legfontosabb exosuit minél hamarabb szerezzük meg, utána exo health, exo reload, aztán vehetünk fegyvereket, forgathatjuk. Az a legideálisabb, ha van egy lézerfegyverünk, van egy esetleg olyan fegyverünk, amely egyszerre több zombit lő el, RV1, sniperek, lézer az nem, de az is nagyon jó ilyenek. Aztán az sem rossz, ha valami darálós fegyverünk van, LMG-nk gyakorlatilag. És a shotgunok, azok a nagyon jó. Érdemes úgy választani fegyvereket, hogy mindenkinek van egy szerepre fegyvere. Tehát van egy gránátvetős, iszonyat jól jön a gránátvető. Ha nem is az első körök egyikébe, de már így 25. kör után iszonyat jól jön egy gránátvető, főleg ha föl van fejlesztve, crossbow is nagyon jól jön, gránátok, sticky gránát, opá, egyéb hasonlók. Tehát érdemes ott a folyosónál, amelyet mutattam, fölgírálni magunkat, 15. körig simán el lehet ott lenni.
hanem föl vagyunk gírelve, és tényleg van mindenfajta fegyverünk, splash damage osztó, gránátunk, nanoswarmunk, az szinte nagyon fontos, és mindenünk van, akkor ki lehet ide a buszhoz jönni, és így ugrálgatva ki lehet a zombikat kájtolni. Egész egyszerűen kijátszani pontosabban. Yeah! Látjátok, egyedül se olyan nehéz, nyilván csak a 11. körbe vagyok, meg föl van fejlesztve a fegyverem. De meg lehet csinálni, úgy gondolom, nagyon-nagyon sok ideig, és iszonyat izgalmas lesz, amikor már rohadt csak a zombi. Nagyon-nagyon izgalmas és nagyon pörgös, ez az egyik kedvenc zombi módom. Tehát erre a pályára ez az én metódusom, és most már itt lenne az ideje meghalnom, mert kezd unalmas lenni ez a videó. Minden esetre azt még... Na, még nem akarok meghalni. Minden esetre még egy olyan... Ennyi volt. Tehát még azt is szerettem volna mondani, hogy még nem döntöttem el, hogy vasárnap miből streameljek. Minden esetre úgy döntöttem, hogy komment szekcióban meg lehet szavazni, hogy akarjátok-e még látni, hogy hogyan zombizok, vagy esetleg nem. Mert még nem döntöttem el, hogy miből streameljek. Minden esetre AV multiplayer azért nem lesz, mert egyszerűen nem játszom vele, és ez azért van, mert laggol, és streamelés közben még annyira is laggol, úgyhogy egyszerűen nagyon dühítő, ezzel nem tudok mit tenni, úgyhogy csak zombit tudok ebből a játékból streamelni. Minden esetre lent megtalálható a Twitch accountom, ott is lehet követni, ott azért sokszor szoktam streamelni, sokkal ilyen kötetlenebb hangulatvételbe, sokkal randomabb témákból és időpontokba. Úgyhogy én most meg szeretnék itt halni, gyerekek. Ja, az nagyon fontos, hogyha látok egy áramos zombit, hogy mindjárt rátok robban, tehát disable-ezi az exoruhát, akkor érdemes ugrani még egyet, mert az ugrás akkor még érvényes. Na jó, most meghalok ezektől a zombiktól. Lézerfegyver az rohadt jó, basszus. Lézerfegyver, RV1, sniperek, shotgun, főleg a zombies shotgun, fejlesztve azok nagyon erősek, crossbow, aknavető, ezeket tudom ajánlani. Na jó, tehát ez lenne az én metódusom, remélem egyértelmű volt, remélem érthető volt, és meg tudtátok jegyezni, és zombi veletek!